180 millió forintot kapott Medgyessy Péter, volt miniszterelnök egyik cég az Alstomtól, ezt írta a Magyar Idők. A pénzt tanácsadói megállapodás keretében járó díjnak álcázták. Medgyessy Péter közleményben azt írta, ezzel az üggyel próbálják elterelni a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank alapítványi botrányairól. A tények összefoglalója után Kósa Lajost, a Fidesz frakció vezetőjét kérdezzük az ügyről. Valóban késnek, az Alstom váratlanul kötbért fog fizetni. Ezt 2008-ban mondta Demszky Gábor, Budapest akkori főpolgármestere arra vonatkozóan, hogy a főváros már 2006-ban megkötötte a szerződést a francia céggel 37 új metrószerelvény leszállításáról, ám az összes metrókocsi még 2008-ban sem érkezett meg Magyarországra. 2011. novemberében a főváros és az Alstom megegyezett egymással, így a 2-es, majd a 4-es metróvonalára is a francia cég által gyártott szerelvények kerültek. Néhány hete derült ki, hogy a korrupciós ügyeket vizsgáló brit súlyos csalások elleni hivatal 4 Alstom vezetőt is azzal vádol, hogy 2006-ban és 2007-ben 2,3 millió euró kenőpénzt fizettek a BKV-nak, hogy ők nyerjék a metrókocsi tendert. A pénzt tanácsadói megállapodás keretében járó díjnak álcázták. A Magyar Idők információi szerint a tanácsadó cégek között van Medgyessy Péter, volt szocialista miniszterelnök családi cége is. A lap állítása szerint a volt politikus 2007-ben és 2008-ban mintegy 180 millió forintot kapott az Alstomtól. A volt szocialista miniszterelnök közleményben reagált az Indexnek a Magyar Időkben megjelent cikkre. Ebben azt írja a politikus, idézem, való igaz, hogy tanácsadói szerződése volt cégem utódjának az Alstommal. A díj a cég árbevétele volt, amely után adózott, és 9 ember több éves munkájának ellenértéke. Hozzátette, szerinte az újság csak azért írt róla és az Alstomtól kapott pénzről, hogy elterelje a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank alapítványi botrányairól. Vendégem Kósa Lajos, a Fidesz frakció vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miért tartja ekkora jelentőségűnek ezt az ügyet? Medgyessy Péter úgy fogalmazott, hogy ezzel például az MNB és alapítványainak ügyéről, botrányáról kívánják meg elterelni a figyelmet. Hát a magyar miniszterelnököt még sosem vádoltak korrupciós botránnyal úgy, hogy ő volt a főszereplője, tehát ez önmagában példátlan. Medgyessy Péter a szocialisták miniszterelnökeként egyébként tevőlegesen is hozzájárult ahhoz, hogy a metró beruházás folytatódjon, és a költségvetésből sokszorosát kellett megszavazni a szocialista képviselőknek arra, az eredeti összeghez képest, hogy menjen a metró beruházás, és most meg kiderült, hogy ráadásul az egyik beszállítótól, az Alstomtól kenőpénzt kapott. Ez nem derült ki, hogy kenőpénzt kapott. Hát az, bocsánat, igazán az angol súlyos ügyek hivatala, ami ilyen ügyeket vizsgál, azt állítja, hogy 2,3 millió eurót különített el az Alstom, és utalt át a BKV megvesztegetésére, hogy a BKV megvesztegetésére, hogy a BKV Alstom szerelvényeket vásároljon, és ebből a pénzből... A kettőt nem mossuk össze, tehát ő a magáncég kapott, végzett tevékenységet, tanácsadói tevékenységet. Az angolok azt mondják, hogy a kamu az egész, és ez négy embert vádoltak meg az Alstomtól annak kapcsán, hogy 2,3 millió... Igen, de nem Medgyessy Pétert és a cégét vádolták. Nem, azt a négy embert. És azt állítják az angolok, hogy áll tanácsadói szerződésekkel utalták át a pénzt, tehát nem volt mögötte teljesítés, és ebből a pénzből tudjuk, hogy 180 millió forint az Medgyessy Péternél landolt. Igen, de ezzel kapcsolatban még egyszer mondom... Azt ő sem tagadta el. Nem is tagadta, azt mondta, hogy ez a szakmában szokásos pénzügyi tanácsadói tevékenységnek megfelelő összeg volt, és vele kapcsolatban, vagy ezzel kapcsolatban nem indított vizsgálatot ez a bizonyos kiemelt csalásokkal foglalkozó hivatal, amit ő emleget. Ezzel kapcsolatban a magyar ügyészség indított vizsgálatot, amiatt, mert az angolok eleve csak az Alstomot vizsgálták. De ugye a megvesztegetésnek két fele van, az egyik, aki adja a pénzt, a másik, aki elfogadja. Na most Medgyessy Péter fogadott el az Alstomtól pénzt, az angolok azt mondják, az angol súlyos ügyek hivatala azt állítja, hogy ez kenőpénz volt, és a tanácsadói szerződések mögött semmilyen teljesítés nem volt, hanem az volt az igazán a teljesítés, hogy az Alstom szerelvényeket vásárolják, és ennek kapcsán még az állami számvevőszék megállapította, hogy 65 milliárd forintos volt a beszerzés összege, hogy súlyos kár érte a BKV-t és ezen keresztül a magyar adófizetőket, mert nagyon előnytelen szerződést kötöttek az Alstommal. Tehát itt meg kell kérdezni Medgyessy Péter, Demszky Gábort, meg az ügy érintetteit, mert azért érdemes kideríteni azt, hogy mi történt. Igen, az is nyilvánvalóan, de azt magyarázza meg nekem, hogy miért most?
Felmerül az emberben az a kérdés, hogy vajon más ügyekről lehet-e elterelni a figyelmet? Nem, ezt mindenképp az angoloktól kell megkérdezni, mert az angolok 2 hete hozták nyilvánosságra ezeket az adatokat. Akkor tehát, azt mondja, hogy ez csak amiatt van. Hát igen, hát nem a magyar hatóságok indították, a magyar hatóságok az főpolgármester Tardós István feljelentés alapján nyomoznak, mert súlyos hátrányt okozó szerződést kötöttek az Alstom szerződések kapcsán, meg a metró beruházás egyéb szerződések kapcsán, és ebben a legfőbb ügyészség vizsgálódik már egy ideje. De ennek semmi köze ehhez. Itt az angolok állítják azt, hogy az Alstomnál 4 embert eljárás alá vontak, mert 2,3 millió eurót vesztegetésre szántak a BKV beszerzése körül, ebből 180 millió forintnyi, tehát mintegy 600 ezer euró ment Megyesi Péter, ez itt nincsen elterelve semmiről sem a figyelem, az angolokat kell megkérdezni, ők biztos nem időzítették ezt sehova se. Egyébként többen azt állítják ellenzéki képviselők közül, hogyha az MMI alapítványaival kapcsolatosan egyrészt hasonló vehemenciával járnának el bizonyos ügyek felderítésében, mármint hogy a kormánypárti politikusok, másrészt pedig, hogy erről kívánják meg elterelni a figyelmet. De nem zárkozunk el az elől, hogy az MMI alapítványok kapcsán az MNB teljes körben hozza nyilvánosságra, pontosan az alapítványok az ide vonatkozó adatokat. Mi azt mondjuk, hogy ennek kapcsán számos teljes tévedésen alapuló állítást fogalmazott meg az ellenzék is. Hát, mondjon egyet. Hát azt állították, hogy 230 milliárd forintot költöttek el, hát ez súlyos hazugság, ez az alapítványok alaptőkéje. Tehát igazából kb. 3 milliárd forintról van szó, és ez a 3 milliárdnak az elkötését nem Matolcsi György döntött elő, alapította az alapítványokat, egyébként helyes és jó célok érdekében a kuratóriumokat kell megkérdezni, mert ők hozták a döntéseket, tehát persze, hogy a Matolcsi támadják, de értelmetlenül, mert az alapító az alapításért felel, a kuratóriumok pedig a saját döntéseikért. És amiről egészen elfeledkeznek a szocialisták, hogy az összeg 3 milliárd forint, az persze sok, de egyébként a Simor András féle jegybankon naponta buktunk ennyit. Hát most nézzük meg, hogy mennyi most a kamatszolgálata, a külső adósság kamatszolgálata, meg Simor András idején mennyi volt. Simor András idején kamatba buktunk ennyit, naponta. Egyszerűen azért, mert a Simor András idején 4,2%-a volt az adósságfinanszírozás az akkori GDP-nek, most pedig 2,8%. Tehát az összeg nagyságrendje azért nem teljesen mindegy. Ön tehát azt mondja, hogy akkor egyébként az MNB az igazi botrány az, hogy a Simor András idején hogy lehetett az, hogy... Ez most megint hogy... terelés frakcióvezető úr. Hát nem terelés. Van egy történet, van igen, ez az MNB alapítvány története. Ezzel kapcsolatban tisztán kellene látnia az embereknek. Abszolút. Azt gondolom. Tehát, hogy ezt áthárítani most, hogy ez Simor András mit csinált, meg az ő idejében mi volt. Nem, ez csak a nagyság, de nem terelés, csak nem árt, hogyha tisztázzuk, hogy ha megjelenik a szalagcím, hogy eltörött a váz a Nemzeti Múzeumban, akkor az nem teljesen mindegy, hogy a nádudori fekete cserépet véletlenül leverték, vagy a 12. századi kínai porcelánt törték össze, nem ugyanaz. És hogyha azt mondom óvatosan, hogy a kínai váza volt, vagy a nádudori, akkor azért az nem terelés, hanem csak tisztában szeretnénk lenni a dolgokkal. És természetesen a kuratóriumok az adatok nyilvánosságra hozásával számoljanak el azzal, hogy mikor mit döntöttek, ez teljesen normális, sőt... Legyen átlátható, legyen egyértelmű, legyen hát megkülönítve a közpénz abszolút, a nem közpénzről, abszolút, hiszen ami az adófizető pénzéből történik. Igen, áttételesen ugyan, de igen. És hozzáteszem még azt szerényen, vagy inkább csak mint egy fontos körülményként, hogy mindezt azt tette lehetővé, hogy a Fidesz olyan alaptörvényt és olyan információs törvényt fogadott el, ami kapcsán ezek az adatok nem titkolhatók el. Tehát azzal vádolni bennünket, hogy el akarunk titkolni bármit, az merő ostobaság. A szocialisták idején nem voltak ilyen törvények, ezért nem derült ki az, hogy mire költötték a közpénzeket. Mi fogadtuk el ezt, még maga Siffer András is azt mondta, hogy egyébként az infotörvény és az alaptörvény az európai példaértékű, mert olyan mértékben biztosítja az adatok nyilvánosságát, hogy itt se lehetett el titkolni. Meglátjuk egyébként, mert hogy a Magyar Idők folytatja ezt a sorozatot, úgy látom, hogy ebből természetesen most már sorozat lesz, hogy hát, a pénzek hova mándorolnak. Nézze, ha emlékszik még arra, hogy mit mondott az MSZP elnöke erre az időszakra vonatkozóan, Gyurcsány Ferenc, azt mondta, hogy jöttek az MSZP-hez pénzek,
jobb, ha nem tudjátok, hogy milyen eredetűek. Na most ilyen, ezeket, ha az ember úgy összenézi, akkor mégiscsak azt a kérdést fel kell tenni, hogy mi történt pontosan, miért kapott a magyar miniszterelnök pénzt, 180 millió forintot, hol van a többi kenőpénz, amit az angolok állítanak, hogy ennyi kenőpénz volt. Ez azért csak érdekes. Frakcióvezető úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen.